Megkezdődött a TOP Plus megvalósítási időszaka. Az év első rendkívüli közgyűlésének összehívása is ezért volt indokolt, hiszen két fontos projekt támogatási kérelmének benyújtása is esedékes, melyekről dönteniük kellett a képviselőknek. Egyik ennek a következő 7 évre szóló megyei foglalkoztatási paktum, melynek megvalósítására több mint 7,5 milliárd forintot fordíthat majd a megyei önkormányzat. A másik, szintén fontos projekt a Megyeháza energetikai korszerűsítése. Mindkét előterjesztést elfogadták a jelenlévők. Nagyon büszkék vagyunk erre az emblematikus épületre itt Nyíregyházán. Állami támogatásból remélhetőleg ez évben elkezdődik az épület tetőzetének a megújítása. Tetővel kell kezdeni minden felújítást. Azt követően pedig reméljük, hogy 22-t követően 23-24-ben az energetikai megújítása is sorra került az épületnek, olyan korszerű energetikai megoldásokkal, amelyek csökkentik a háznak a energiafelhasználását. Az ablakcserére néhány évvel ezelőtt sor került, de még a díszteremnek az ablakcseréje abban nem fér be, tehát például a díszteremnek az ablakcseréje is a programban van, illetve a födém szerkezetnek a leszigetelése. Ugye külső szigetelés nem jöhet szóba a háznak a műemléki jellege miatt. Döntöttek a képviselők a közgyűlés alelnökeinek illetményéről és költségtérítéséről is. Az elmúlt évben törvény szabályozta újra a polgármesterek és tisztségviselők bérezését. Az alelnököket érintő változásokról azonban már az önkormányzatoknak kell dönteniük. Az előterjesztés 14 igennel és 3 tartózkodással fogadták el a jelenlévők. Adorján Béla, Jobbik Momentum képviselője is tartózkodott. A politikus azt kifogásolta, hogy a köztisztviselők alapilletménye 2008 óta nem változott, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak is javaslatot kellene megfogalmaznia a törvényalkotók felé. Bizottságülésen elég komolyan tárgyaltunk és vitatkoztunk a Fidesz frakció vezetőjével erről a kérdésről. Nagyon sok mindenben egyetértünk. Abban mindenképpen egyetértünk, hogy ezt a 38.650 forintot el kell mozdítani a 2008-as bebetonozott szintről. Itt az idő, hogy megemeljék. Abban van vita közöttünk, hogy ezt ki tegye meg. Jelenleg is van olyan törvényi lehetőség, hogy egyes önkormányzatok saját gazdasági állapotuknak megfelelően eltérhessenek ettől a mértéktől, tehát felemelhessék a köztisztviselői alapilletvényt. Ugyanakkor véleményem szerint méltánytalan az egyébként nagyon sarkosra kurtított önkormányzati költségvetéseket még plusz ezzel terhelni. Én azt gondolom, hogy ezt a törvényalkotónak kell meghatároznia, hogy emelkedjen. Véleményem szerint minimum 30%-kal most rögtön, akár visszamenőleg január 1-től emelni kellene, de a törvényalkotónak hozzá kellene tenni a költségvetési forrást is. Ahogyan már az előző néhány közgyűlésen, úgy 2022 első ülésén is döntöttek a még futó topos beruházások költségnövekményének támogatásáról. Erre elsősorban a folyamatosan emelkedő építőanyagárak miatt van szükség. Több évvel ezelőtt lettek olyan pályázati programok benyújtva, amelyek hát különböző okok miatt késedelmet szenvedtek, vagy más több év múlva valósulnak meg. Ez számos ok miatt előfordulhat, és így költségnövekmény igényel tudják csak kezelni a projektet. Hozzá kell tennünk akár esetleg több 100 millió forintot is az eredeti költségvetéshez, hogy be tudják fejezni azt a programot, amit annak idején megcéloztak. A közgyűlés a tervek szerint február 17-én ülésezik legközelebb, amikor többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat 2022-es költségvetéséről is döntenek majd a képviselők.